Sziasztok! A Zemészgáz csatornát nézitek, nem kisebb sztárúj mellettem, mint Zsigovics Norbi. Sziasztok! Most vett részt nemrég, most ért haza az izraeli Hardenduro bajnokságról, erről fogunk egy pár szót említeni, vagy legalábbis ő, én csak kérdéseket fogok neki föltenni. Norbikám, első sorba, te hogy érezted így magadat így összességében, mert ha jól tudom, ugye neked ez volt az első Hardendurós. Hát igen, nem sok idő volt a Super Enduro után újra átszokni Hard Enduro-ra, ugye ez volt az első Hard Enduro, sokat nem Hard Enduroztam ezelőtt, úgyhogy nagyon féltem a verseny előtt, hogy mi fog rám várni, teljesen ismeretlen volt a közeg, meg minden igazából Izraelbe. Úgyhogy kicsit féltem előtte, de azt hiszem, hogy egész jól sikerült, tudtam venni az akadályokat, nagyon meleg volt kint, úgyhogy ez azért nehezítette a dolgunkat, illetve a motor is egy bérmotor volt, egy versenyző adta kölcsön, ami hát amellett a gyári futóművel mentem, még le is volt alacsonyítva, úgyhogy az nem volt a legjobb, de mindezek ellenére azt hiszem, hogy egy jó kis hétvége volt. És hanyadik helyen sikerült zárnod, illetve kiket sikerült magad mögé utasítani, mert azért mégiscsak ott a sztárok között mentél, azért azt úgy jegyezzük meg, hogy Billy Ball, Jarvis, szóval ilyen nagy nevek között versenyzett az ő kategóriájukban. Te hogy érezted így maga az a tudat, hogy ilyen nevek között versenyzel, mint ha jól tudom, egyedüli magyarként vettél részt? Ez milyen érzés volt? Hát nagyon jó érzés, hiszen itt ebbe a közegbe lehet a legjobban fejlődni, hogyha a legjobbakat látod motorozni, hiszen ha most egyedül motorozol, nincs kihez mérned magad, úgy azért nehezebb fejlődni, és ezért szeretnék minél több ilyen nagy versenyre eljutni, hogy a nagyokkal tudjak együtt motorozni. Ugye 120 versenyző volt, főként izraeliek, azok közül lettem 15. Hát nagy neveket nem sikerült magam mögé utasítani, nyilván Sonny Godja mögöttem lett, de ő neki technikai problémái lettek. De nagyon örülök, hogy ez volt az első VB pontom, ez még szerintem Magyarországon senkinek se sikerült Hard Enduro-ba, úgyhogy büszke voltam és örültem nagyon, hogy ezt el tudtam érni. Igazából ez volt a cél, hogy valahogyan egy pontot még a szerencsével is, de szerezzünk, úgyhogy jó volt, azt hiszem, hogy megérte kimenni. Igen, hát mi is amúgy így büszkék vagyunk rád, így én simán mondhatom így a úgy az MXGARC, mint szerintem az egész motoros közösség nevében, hogy azért egyedüli magyarként részt venni egy ekkora versenyen, főleg ott kint, és ekkora sztárok között ott részt venni, azért az egy nem kis dolog, főleg úgy, hogy azért úgy 15. helyen végezni egy ilyen versenyt, azért szerintem az szerintem eléggé jó pozitív visszacsatolás lehet számodra is, hogy azért nem a legvégén kullogtál, hanem azért ugye a top 20-ba így ott voltál végig. Hát igen, ezt is nagyon szépen szeretném megköszönni minden támogatónak és szurkolónak, akik segítettek, szurkoltak. Tényleg nagyon jó érzés, hogy így mögöttem állnak az emberek, úgyhogy így tényleg nagyon jó versenyezni és motorozni ebbe a közegben. Még annyit hadd kérdezzek, hogy ugye itt lényegében ugye te a Super Enduro-ból ugye indultál most közvetlen ugye így a Hard Enduro-ba, hogy így a két kategória között így mi az, amit úgymond te nehézségként éreztél? Mert ugye azért maga a Super Enduro is azért egy eléggé megterhelő verseny, illetve hát, maga a sportág, és szóval ugye, úgy az edzések, gyakorlások, ugye minden, ugye az is megterhelő fizikum, megterheli az ember fizikumát rendesen, de egy ilyen extrém enduro, ugye az egy hosszabb verseny, ugye, de melyik mégis az, ami jobban kiveszi az embert? Most a 45 foktól eltekintve, hogy most olyan meleg volt kint, ugye azt mondtad is, hogy ez nagyon meleg volt. Ami igazából úgymond nehézség nekem a Hard Enduro-ba, hogy ismeretlen terepen megyünk, szóval nem tudom, hogy mi fog rám várni legtöbbször, hanem csak megyünk, aztán majd lesz, ami lesz. Ugye Super Enduro-ban nincs meg, mert előtte körbejárjuk a pályát, van szabad edzés, mért edzés. Úgyhogy ez, ami nekem a úgymond félőbb, meg amitől a legjobban tartok, vagy nem tudom, hogy mi fog következni. Illetve nincs lehetőség előtte gyakorolni az adatfeljárót.
Valamint ugye az, hogy rövid táv, hosszú táv, ugye egy hard enduro versenyen 4-6 órát megyünk egy húzamba, és le kell adni a 4-6 órán keresztül a legjobb teljesítményedet, míg ugye a super enduron csak 6 percet megyünk, és az alatt kell a maximumot kihozni. Úgyhogy ez is egy kicsi váltás, de inkább ez, hogy nem ismerem a terepet, ezért nekem még egy kicsit nehezebb ez a hard endúrózás. És így a verseny alatt hogy sikerült beosztani az energiáidat? Mert úgy, hogy volt így, volt-e valami koncepció összerakva egy fejbe, hogy megfogod, meghúzod az elejét, és akkor megpróbálsz némi előnyre szert tenni, vagy megpróbálsz jól elrajtolni, és akkor úgy, nem is tudom, hogy működik ugye ez így, hogy közösen rajtolhatok, vagy úgy egyenként indítottak? Igazából titeket. Ötösével indítottak, fél percenként indítottak, soronként ötöt. És ugye elég rossz időt mentem a prologon 29. helyen, ezért az volt a taktika, hogy az elején volt egy kicsit könnyebb terep, hát könnyebb, de végig sziklás, de ott azért lehetett jobban tempót menni, ott szerettem volna, ami össze is jött, egy gyors felzárkózást tenni, és ott fel is jöttem a 13. helyre, utána meg higgadtan tovább menni, és ott már tényleg a nehezebb szakaszokon higgadtan figyelni a többieket. Igazából ez volt a taktika, ami egész jól bejött, ami egy kis hibát vétettem, hogy az első tankolópontnál nem tankoltam, mert gondoltam ezzel megspórolok fél percet, de utána meg végig ezen stresszeltem, hogy vajon kitart-e az üzemanyag, és ilyen hibrid üzemmódba mentem. De ezen kívül amúgy egész jól sikerült az energiáimat beosztani, az üzemanyag is egyébként elég lett, de olyan sok már nem maradt. És hogy gondolod, hogy ha mondjuk meg tudtál volna állni az első tankolóponton, ugye, amit kihagytál, akkor mondjuk a pozíciód az hát igen, benne sokkal volt jobb a helyre lett, sokkal elég. Jobb azért nem, de egy-két pozícióval lehettem volna előrébb. Hiszen ott voltam tényleg végig a 13. 14-kel végig csatában voltunk, előzgettem, néha hátrébb, néha előrébb voltam, de ők úgymond ott voltak látótávolságon belül. Az tök jó. Hát figyelj, ez abszolút pozitív, ugye, amit elmondasz, azt még ugye említetted, hogy egy hölgy volt előtted, egy hölgy versenyző. Igen, hát Sandra Gomez megelőzött, de azért azt tudni kell, hogy nagyon jó versenyző. Ugye végmentő a Romaniexen is a Gold kategóriába, de hát egy csaj is megelőzött valljuk be. Hát jó, most figyelj, ez nem ciki, szóval ez ne úgy értsd. És hogy gondolod, amúgy a motorod, hogyha meg lett volna, mint a saját motoroddal mentél volna, akkor utol tudtad volna érni ugye a hölgyeményt, vagy nem? Hát most ezt így nehéz kijelenteni, mert nyilván nem a saját motorommal mentem, ezzel kellett kihozni a legtöbbet. Egyébként nem volt olyan rossz, nyilván a futómű az annyira nem tetszett, de a többi része tényleg tök jó motor volt. Úgyhogy nem mondanám azt, hogyha most a saját motorommal mentem volna top 10-be, vagy mit tudom én milyen helyen tudtam volna szerepelni. Most ezzel tudtam menni, de nagyon örültem, hogy kijuthattam, hiszen azért nem sok embernek volt erre lehetősége, örültem, hogy az izraeli szponzorok, a magyar szponzorok által ki tudtam menni, és egy tök jó versenyt futni. Úgyhogy örülök összességében, hogy egy ilyen motorral ilyen jól hely tudtam állni. Igen, ez amúgy nagyon pozitív, megint csak, hogy fölültél egy számodra kvázi ismeretlen motorra, ami ugye nem hozzád van állítva, és akkor ebből is ugye ezt a helyezést sikerült elérni. A másik kérdésem, hogy mik a tervek a következő időszakra, mondjuk úgy versenyszempontból, kimondottan mondjuk ezt az extrém endúrót céloznám meg, hogy versenyek, illetve elképzelés, hogy mondjuk hova szeretnél mondjuk úgymond végezni, hanyadik helyre, hát, mik a tervek, mi az elképzelés, mi a koncepció így fejbe összerakva. Most ez az idei év tényleg az, hogy minél több tapasztalatom legyen, minél több versenyre szeretnék jutni, ami a VB forduló. Úgyhogy most az Erzbergre már beneveztem például, de még próbálok minél több versenyre eljutni, hogyha a lehetőségeim adottak lesznek.
Úgyhogy ez a terv, hogy most idén minél több tapasztalatom legyen. Hogyha még tudok véletlenül egy-két pontot szerezni, annak nagyon fogok örülni, de nyilván Európában nehezebb lesz, mert sokkal több versenyző, sokkal több jó versenyző lesz. De ezek a célok, hogy idén azért legyenek tapasztalatok hard enduróba, aztán jövőre majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek, illetve ez a hard enduro nagyon jó edzés a Super Enduro VB-re, hiszen akik hard enduróba mennek, nagyjából ők mennek Super Enduron is, úgyhogy ezért is vágtam bele a hard endurózásba. Értem, azt azért itt jegyezzük meg itt a közönségnek, vagy legalábbis a néző közönségnek, hogy még mielőtt elindultál ezen az izraeli hard enduro versenyen, mennyit tudtál edzeni kimondottan így erre a versenyre? Hát nagyjából 2-3 hetem lehetett a Super Enduro után az izraelik, úgyhogy egy 4-5-ször tudtam elmenni ki motorozni ilyen hard enduros közegbe, úgyhogy olyan sokat nem tudtam ráedzeni. Most is azon vagyok, hogy minél többet tudjak motorozni. Volt valaki, akivel mondjuk együtt tudtál edzeni, aki mondjuk ugye tapasztaltabb volt ebből a szempontból, és akkor tudtál menni utána? Hát igen, most Kovács Dáviddal motoroztunk együtt nagyon sokat, ő egy csomó mindent megosztott velem, amit ő tud, meg nagyon régóta megy, ő már így hard endurózik, olyan sok versenyen nem ment, de azt gondolom, hogy elég tapasztalt pilóta. Ő segítette az utamat, hogy mit, hogyan kéne csinálni, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Nagyobb nevekkel most nem volt még lehetőségem együtt menni, de ami később nem múlik. Igen. És amúgy az EQ-t, azt vitted magaddal, amit ugye írtunk neked, vagy? Sajnos most nem volt lehetőségem kivinni, hiszen féltem, hogy a vámon elveszik, vagy elveszik, és akkor nem tudom majd használni, és azért egy ilyen EQ-t, hogyha elvesztünk, azért az súlyos forintokba kerül. Úgyhogy most sajnos nem tudtam elvinni. Nyilván a gyári EQ-val nem volt olyan jó a motor, kicsit gyengébb volt, de most ezzel próbáltam. És akkor így az eszedben volt, miközben mentél, hogy most itt lenne, akkor lehet, hogy annyival jobb is lenne? Igen, egyből arra gondoltam. Itt egyből felmentem volna. Hát szerintem egyből felmentél, így is, de igen, azért szerintem sokat számít. Igen, hát ugye, nem véletlenül is mondtad, hogy egy kicsit van lent nyomatékosabb igen. Lett a motor, lehet, hogy sokkal számított volna. Sokkal jobban lehet egy-egy akadályt, vagy mondjuk egy kő előtt átmenni, sokkal jobban szeretem. Hát igen. Amúgy nálunk megtaláljátok ezt a lehetőséget, hogy kicsippeljük a kompjútereteket bármilyen beállítással, hogyha gondoljátok, akkor gyertek be és megcsináljuk szívesen. És hogyha az EQ-val mentél volna, akkor a Sunrát azt úgy megverted volna szerintem? Ja, persze, hát akkor Billy volt, szerintem azzal mentem volna együtt. Hát nagyjából így ennyi lett volna nekem is a kérdésem, így konkrétan szerintem megkaptunk minden választ. Köszönjük, hogy eljöttél, illetve hogy beszámoltál nekünk ugye a hard endurós élményeidről. Hát mi, és szerintem így az Emisgard, illetve szerintem a hard endurós közösség nevében is így mindenki szurkol neked, hogy azért még följebb tudjál lépni ugye ezen a ranglétlen, aztán jó lenne, hogyha mondjuk az évet már a top 10-en belül mondjuk tudnád zárni, azért az szerintem az úgy tök jó lenne. Hát igyekszem majd, meglátjuk mire. Szerintem menni fog, ügyes leszel. Amit idáig letettél, szerintem azt úgy nem sokan. Én úgy gondolom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek. Nézzétek meg a többi videóinkat is. Sziasztok! Sziasztok!